következő ételünk pedig meleg kuszkussaláta, vokban forgatott gombával és humusszal. Ezt a rettentő egyszerű ételt a kuszkusszal fogom kezdeni, mert közben forr a vízünk, dupla mennyiségű vízzel le fogom önteni, majd egy konyharuhával letakarom és félrerakom, miközben előkészítem a többi összetevőit. Nagyon egyszerű tényleg, csak leöntöd, úgy, kicsit összekevered. Imádom a kuszkuszt, egy tényleg új köre a hétköznapokban, úgyhogy nagyon ajánlom a lustaházi asszonyoknak, mert a gyerekek kedvence is. Egy friss, egy pörgős köretként nagyon jól használható. Elkeverem, és már látszik is, hogy magába szívja a forró vizet. Én most főtt csirborsóval készítem a humuszt, de tip, aki frissen készíti el, előző este sima vízbe kell beáztatni a csicseri borsót. Nagyon fontos, nem rakunk bele sót, mert akkor utána sokkal nehezebben puhul. Nézzük meg! Nagyon egyszerű elkészíteni, megint csak botmixert használok, mindent összeöntök. Csicseri borsó. Én ezt nagyon szeretem, fehérjében gazdag. Egy kis római kömény. Köri. Imádom ezeket a keleti illatokat, színeket, rögtön meg is fogja az ember kezét. Egy kis olaj. És fűszerezem egy kis borssal. Bevallom őszintén, ahogy előbb említettem, ez egy rettentő gyors recept, lustaházi asszonyok receptje, és nem is nevezhetjük igazából humusznak, mert tahin nélkül nem humusz a humusz, nevezzük csicseri borsókrémnek. Ezt most pépesítem ezzel a botmixerrel. És kaptunk egy csicseri borsókrémet, masszát. A következő lépés pedig langyos salátának hívom ezt a salátát, hisz megpirítom olajon a zöldségeket. Először fogom az új hagymát, a vokkomat felhevítem, nagyon minimális olajat adok hozzá, és igazából ilyen nagy szeletekre vágom az új hagymának a zöld részét, hisz ez egy ilyen frissebb, langyos saláta lesz. A gombákat pedig cikkekre vágom. Én nagyon szeretem a gombát, úgyhogy tényleg csak megforgatom a forró olajon, hogy megmaradjon ez a ropogós, friss állaga. Ezt rádobom a hagymára. Gomba is az a zöldség, amit igazából az első szakasztól lehet fogyasztani, nyersen, párolva, főzve. Úgyhogy nagyon szeretem. Ami fontos, hogy champignongombát használjunk, tényleg az a frissessége az egész salátának. Közben megnézem a kuszkusz, tökéletes. Felszívta az összes vizet. Megpirítom a gombát a hagymával, és én nagyon szeretem a bazsalikomat, úgyhogy jó sokat fogok most használni frissen. Imádom az illatát. Jó, egy kicsit megpirultak a gombák, úgyhogy most előveszem a kuszkuszt. Megmutatom, hogy milyen szuper állaga lett. Felszívta az összes vizet, és kész is van. Majd ezt a sült gombára és a hagymára rakom. Ezt egyszer-kétszer meg fogom forgatni, ezért is hívom én langyos salátának. Most jön a friss rukkola. Ezt is majd egyszer-kétszer még átkeverem. Most elkészítettük ezt a meleg salátát, ezt a meleg főétel, de azért szerencsés ez az étel, mert akár hűtőbe rakva, hűtőbe tárolva, másnap egy tökéletes hideg saláta lesz ebédre. Én ezt javaslom minden vegetáriánusnak, illetve minden tománozónak. Most kitálalom a főételünket, a csicseri borsókrémmel kezdem először, és megpróbálok megint alkotni valami szépet, úgyhogy a fagyi adagolóval kimérem. Ez így gyönyörű. Ezt még egy kicsit sózom. És én itt a kezeimet fogom használni, mert imádok úgy tálalni, enni vagy főzni is, hogy nem használok olyan sok segédeszközt. Ez egy kicsit melegebb most, de nem forró, úgyhogy nyugodtan próbáljátok meg. És a megmaradt részét pedig másnap ebédre el lehet rakni. Elkészült a főételünk, ez egy tartalmas vegetáriánus főétel, úgyhogy jó étvágyat kívánok. Én még díszítem egy-két friss zöld fűszerrel.